Egy csodálatos, kézzel faragott bútor került elő az Eötvöskúnyi szőlőhegy egyik pinceházából. Tulajdonosa, Pista bácsi szerint ezt a különleges vadászfogast még a pásztor faragás legendás művelője, a Kossuth Díjas Kapoli Antal készítette a nagyapjának. A vadászmotívumokkal díszített fogast egy szakértővel is megvizsgáltattuk. Valentin antik bútorok restaurálásával foglalkozik. Alaposan megvizsgálta a fogast. Véleménye szerint a bútor készítője rendkívül nagy körültekintéssel járt el. A fenyőfa alap is rá vékonyan ragasztották tel fel. Egy centibe. Egy centi vastagságú fenyőfa alap. Egy gyakran ezt találkozom, ilyen megoldás a fecskefarkocsapolás van. Szép prezisz munka. Látszik rajta, jó minőségi fenyőfa is, az sem minden, milyen. 910 óta eltelt egy pár. Igen. Ez 910-ben készült. 908-ban rendelte meg a nagyapám, akkor vágották ki ezt a hatalmas tölgyfát. A fáma szerint az idősebbi Kapoli először nem akarta vállalni a fogas készítését, mivel nem volt meg hozzá a szükséges faanyag. Ezért csak egy feltétellel vállalta a megbízást. A nagyapám megegyezett vele, hogy az ő álmondása, leírása szerint úgy vállalta Kapoli, hogyha nagyapám ehhez szükséges faanyagot biztosítsa, amit a Kapoli Antalla a legelőn kiválasztottak, és a nagyapám a Somsics gróf fűrész telepén Kapoli által prezentált méreteket kivágotta. Pista bácsi nászajándékként örökölte meg a fogast a nagyanyjától. Ő a bútor történetét részletesen elmesélte neki. Ezt le is jegyezte. Somsics Andor gróf a nagyapjának egy kisebb vagyont ígért a fogasért. Ám ő nem volt hajlandó megválni tőle. A második világháború idején egy német tiszt elkobozta és a parancsnoki irodájába vitette. Miután visszakerült a családhoz, a 60-as években a Kaposvári Múzeum akkori igazgatója, Takás Gyula is megvizsgálta a bútort, és felajánlotta, hogy megveszi. Ám Pista bácsi szintén nemet mondott. 1965-ben pedig maga az ifjabbik Kapoli Antal kereste fel, hogy szeretné megtekinteni apjának ezt az elveszettnek hit alkotását. Megengedném, hogy az apjának ezt az életművét már, ezt ő se látta. Ugye? És hogy ezt hát én megmutattam neki, kijöttem, leültem, mágáltam ide. Hát nézem, egy óra, két óra múlik, három óra, bejövök, mi, tudod, mit csináltam? Simogattam. Ezt az egész özéket ott, ez állandóan ezt a özét simogattam. A restaurátor szerint mind a fa anyaga, mind a megmunkálása kiváló. A tőfa válogatott volt egyértelmű, jó minőségi. Egyben faragták, ez az iskola, Bibutar asztalos az volt, és művész, és a faragal mester volt, ez szinte biztos, nagyon jó minőségi, szinte magas szintje volt mester. A fogas illesztéseit egy különleges faragással rejtették el a szem elől. Első látásra úgy tűnhet, mintha az egészet egy darabból faragták volna. Itt ez kettő darabból áll, de úgy van csinálva, mintha egyben lenne. De ez így van csinálva, hogy optikai csalás, hogy mintha egybe lenne. Kétség sem férhet hozzá, hogy mesterember készítette a bútort. Munka nagyon magasan van csinálva, szép asztalos munkát. Ez ilyen iskola sajnos most. Ilyen az úgy volt, hogy gyerekkorú 10 évig, vagy föl egész gyerekkorú tanultak a mestereket. Az alap neki volt valamilyen jó iskola asztalosa. A bútort nem vették nyilvántartásba, így nem lett hivatalos kapoli alkotás. Ennek megállapításához olyan személyre van szükség, aki alaposan ismeri a munkásságát. Stábunk egészen Szigetvárig elutazott, hogy felleljük a megfelelő szakértőt. Az illető testközelből volt szemtanúja Kapoli Antal alkotásának. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Kapoli. Egy igazi Kapoli. Sikerült felkutatnunk a pásztorforogás mesterének unokáját, Kapoli Ilonát. Ő az ifjabbi Kapoli Antal leánya. Maga is nagy művelője a faragásnak. Erőszeretettel használja nagyapja motivum készletét. Ezeket a tököket is ő faragta. A 70-es években elnyerte a Kapoli pályázat második díját. Már gyermekkorában elleste apjától és nagyapjától az alkotás fortéjait. Elévette ezt a dobozt, és belevágott.
anélkül, hogy megrajzolta volna. Annyit tett, hogy a köröket körzővel meg. És ott voltam, és nem értettem meg, hogy hogy tudja, hogy merj belevágni, és hogy lesz ebből valami. És ott álltam a hátam mögött, és bámultam, hogy hogy alakul ki ebből valami. És annyira kíváncsi voltam, és annyira érdekelt, hogy meg kellett, hogy próbáljam. Otthonában több bútordarab és dísztárgy is az ő kezük munkája. Nagyapám, ez az édesapám, az az édesapám. Még ez is édesapám. Jellegzetes, ezt meg lehet ismerni. És akkor az édesapja mennyire követte a nagyapjának a... Hát belenőtt, ő is belenőtt, hát ezt látta. Édesapja nagy szigorral tanította őt a faragásra. Egy-egy alkotást többször is újra kellett kezdenie. Dobd el. Csak annyit mondott, dobd el. Hú, ennyire? Mind addig, amíg olyan nem volt, hogy összefogadta. Azt a minden, szigorú volt. Igen. A kapori féle motivumok rendkívül egyediek. Más stílusban soha nem faragtak. Éppen ezért Ilonka néni nagy bizonyossággal meg tudja állapítani a bútorról, hogy azt az ő nagyapja készítette. De én meg tudom mondani, hogy tényleg. Uh-huh. Aztán hát én sajnálom azokat az embereket, akik csalódnak, de az igazság az igazság, ugye? Uh-huh. Hát meglátjuk akkor, hogy... Meglátjuk. De akkor, ha most bejövök a kocsi és elmegyünk megnézni, akkor velünk tart, ugye? Jövök, igen. Úgy, ahogy megígértem. Rövid utazás után ismét Ötvöskúnyiban járunk, ahol Pista bácsi már izgatottan fogad minket. Hát kezd csak, hogy szépen mutatkozunk. Pista bácsi még az udvarban elmeséli a bútor történetét, de Ilonka néni végső bírálatot csak a szemrevételezéskor fog mondani. Vajon szemtanúi lehetünk egy elveszett kapori műkincs azonosításának? Nincs dátum és név. Nincs. Nagypapa azt kérte, hogy legyen három történyes fiókja. Tehát ezekben voltak a törtények. Néhány perc vizsgálódás után Ilonka néninek sajnos rossz híreket kell közölnie. Nem találom benne a kapori motivumot. Nem találom benne. Bár a faragásban fellelhetők a kapolihoz hasonló motivumok, de a fogas készítője teljesen más technikát és stílust követett. Először is megjegyzem, ez egy gyönyörű alkotás, tényleg nagyon szép alkotás, csak a kapoli motivumoktól teljesen távol van. Teljesen távol van, és én azt tudom elképzelni, ahogy az úr is itt elmondta, hogy a nagyapámat megkérték, hogy készítsen egy ilyen tárgyat, és azt is el tudom képzelni, hogy tényleg kiment az erdőbe, és kiválasztotta azt a fát, de ő nem tudott erre vállalkozni, mert ő ezt nem tudta szerszámilag sem megoldani, tehát a szerkezetét sem. És gondolom én azt, hogy ő ajánlott valakit. Ilonka szerint nem is népi faragó, hanem egy iparművész munkája a fogas. Tehát feltételezhető, hogy az idősebb kapoli továbbította a megbízást egy tehetséges asztalosnak. Később Pista bácsi jegyzeteit átbőnkészve valóban felbukkan egy másik név is. A bútor méreteit egy bizonyos András vette fel. De hogy ki volt ő pontosan, azt már nem tudtuk kideríteni. Bár a bútor kapoli eredetiségét ezzel megcáfoltuk, de Pista bácsit ez cseppet sem keseríti el. Nem, egyáltalán. Sőt, hát most ez egy megnyugvást jelent nekem, hogy de hogy ez biztos, hogy a kapulinak a skicce, meg amit lerajzoltak nagyapám, amit megrendelt, az biztos, hogy itt minden ugyanaz. De én örülök neki, hogy helyre kerül ez a dolog. Mert Ilonka szerint egy csodálatos alkotás is, és a fia is, amikor itt volt, egy szóval nekem nem tartott. És hogy megmutassa, valóban nem nehezte, Pista bácsi a legjobb borából kínálja meg Ilonka nénit. A bútor készítőinek kiléte pedig továbbra is rejtély marad.